azt gondolom, hogy az EU pénzeknél, ami az igazán durva, ami az igazán hajmeresztő, tehát annak a megértés, hogy ez a pénz, ez nem valami ilyen, nem tudom, csillaghullás, ami de szép, és így alállunk, hanem ez tényleg azért kapta az ország, mert egyrészt megnyitotta a piacait más EU-s országok előtt, tehát ide jöhetnek mindenféle cégek, és vámmentesen, és kedvezményesen, és szinkronizált jogszabályok szerint, harmonizált jogszabályok szerint tudnak működni, ez nekik egy nagyon nagy kedvezmény, és nyilván mi megkapunk arra pénzeket, hogy ezt az országot rendbe rakjuk, fejlesszük, hatékonyabbá tegyük. Tehát bizonyos értelemben a mai fiatal generációk jövőjének a megalapozására jöttek ezek a pénzek, kicsit, mint mondjuk a Marshall segély a II. Világháború után. Most gondolj bele, hogy nézett volna ki Európa, hogyha azokat a fejlesztési pénzeket, amiből fölépítették Nyugat-Európát a háború után, így zsebre tették volna az akkori politikusok, mint ahogy teszik ezt most. Ez egy egyszeri lehetőség, tehát ilyen nem lesz még egyszer, hogy ennyi pénzt beletolnak Magyarországba, csak így, és ezt a lehetőséget totálisan ne játszott ez a kormány, egyébként az előző is nyilván nem volt sokkal hatékonyabb, de ez, ami most zajlik, ez mindennél durvább. Magyarországon a korrupció az egy jelentős probléma. Pofátlanabb lett minden eddiginél. Az emberek, vagy a politikusok, azok teljesen gátlástalanul csinálják azt, amit néhány éve még szégyeltek. Mindig voltak politikusok, akiket erősen kötöttek a korrupcióhoz, vagy visszaélésekhez, és ma tulajdonképpen az egész politikai osztályt, különösen a most kormányzó pártokat ezzel asszociálják. Nyilván nem véletlenül, hát ugye maga Lánc András, aki a kormányfőnek az egyik fontos tanácsadója, mondta, hogy azt, amit ma korrupciónak neveznek, az a Fidesz egyik legfőbb politikája, vagy lényegében a Fidesz legfőbb politikája. Amit nyilván ők úgy élnek meg, hogy az egész arról szól, hogy a nemzeti vagyont újra kell osztani olyanoknak, akik szerintük méltóak arra, hogy ezt kezeljék, és nyilván a társadalom többsége meg úgy érzi, hogy bocsánat, ő nem azért dolgozik, hogy bárki az ő vagyonát újraosztja, hanem ezek a pénzek arra vannak, hogy az országot működtessék és fejlesszék. A magyar sajtó és a civilek is szenvednek attól, hogy egyre nehezebb jó adatokhoz hozzájutni, és egy csomó adathoz, mondjuk szerződésekhez, úgy általában, vagy cégadatokhoz iszonyatosan nehéz. Tehát nem az van, hogy nem elérhetőek, de gyakran nagyon sok munka ezeket a szerződéseket olyan formába hozni, hogy ezeket össze lehessen hasonlítani. Tehát csak példaként mondom, hogy míg ugye a magyar állam arra hivatkozva, hogy a közigazgatásnak iszonyatosan nagy leterheltséget jelent az adatigényléseknek eleget tenni, ezért az fizetőssé tette és megnehezítette. Nyilván az valódi cél csak a szimplányi volt, hogy ne férjenek az emberek hozzá ezeket az adatokhoz. Mondjuk Csehországban és Szlovákiában az elmúlt években olyan központi adatbázist vezettek be, mert minden állami önkormányzati szerződést föl kell tölteni, és addig nem is lesz hatályos egy szerződés, amíg nem kerül be az adatbázisba. Tehát ez mondjuk a progresszív irány, ehhez képest, ami nálunk van, az az adatok eltüntetése.